beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Egy belga vak hegedűművész, Csálin Berger a műsoron vendége, aki magyar nótákat játszik szerte a világban. Hogy hitelesen tudja csinálni, elköltözött Magyarországra, megtanulta a nyelvet, megismerkedett az ízeivel, utcáival, embereivel. A fiatal virtuóz 8 nyelvet beszél. Amikor elmondtam, hogy Szerbiából hívom, azonnal átváltott magyarról szerbre. Azt mondja, hogy különleges érzéke a zenéhez és a nyelvekhez összefügg. A világtalan világjárót spanyolországi otthonában hívtam fel. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Szeretettel üdvözlöm a műsoromban Csálin Bergert, virtuóz hegedűművészt. Amikor megkérdeztem, hogy tegeződhetünk-e, azt válaszolta, hogy hát kár lenne, mert olyan szép a magázódás a magyar nyelvben, és ez nagyon meglepett, mert mindenki általában megörül, amikor felajánlom, hogy könnyítsünk a kommunikáción. Aztán az jutott eszembe, hogy talán ezt a szépséget látta meg a magyar nótában is, mint a magázódásban, mert mindkettő a régi időkre emlékeztet egy kicsit. Tele van tisztelettel, meg méltósággal. Pontosan. Én a régi idők megszállottja vagyok. Nem tudom, most ez nem csak a magyarra jellegzetes, mert a francia nyelvben is, a spanyolban is, ugyanúgy a flamandban is sajnos eltűnik ez a fajta beszélgetés, az a mód, hogy amikor valakit nem ismerünk, maga talán, amikor már valamennyivel, stb. Ez már mondjuk az már csak magyarul van meg, az, hogy maga. De sajnálom, hogy ez eltűnik. Szóval nagyon zavar engem, például az utcán valaki odajön hozzám, és egyből tegezni kezd. Most én nem ragaszkodom nagyon hozzá, meg most, hogyha most azt úgy döntjük, hogy tegeződünk, akkor nekem az is teljesen megfelel, sőt, nekem könnyebb, mert ugye mondjuk amikor én magyarul beszéltem nap mint nap, a volt feleségemmel mindig tegeződve beszélgettünk, az, hogy önbe gondolkodjak, meg úgy fejezzem ki a dolgokat. Hát nem mondom, hogy könnyebbíti a dolgot, viszont sajnálom, hogy eltűnik. Na de azt is észrevettem most, amikor mesélt, hogy nem azt mondta, hogy és, amikor összekötötte a mondatrészeket, hanem hogy s,
mint az erdélyiek. Hát igen, ezt igazából majdnem, hogy tudatosan csinálom, csak azért, mert tetszik. Nekem jobban tetszik az erdélyi beszéd, mint a mondjuk a budapesti szleng például, hogy a Budapesten beszélek a nyelvet. Hát meg ugye ott is élt Erdélyben, tehát rá is ragadt ez a beszédmód. Igen, igen, vannak erdélyi kollégáim, barátaim, rám ragadt valamennyire, sőt a fiam, aki ugye az édesanyja szolnoki, és ő most Pilisvörösváron él, ő azt mondja, amikor én beszélek magyarul, hogy nekem erdélyi akcentusom van. És egyszerűen egyenesen. Na most, ez valamennyire tudatos, csak azért, mert szeretem. És nekem olyan abszurdom, most így belegondolok, hogy miről beszélgetünk, hogy egy olyan emberrel, akinek az édesapja szintó, azaz német cigány, édesanyja flamand, első felesége magyar volt, második felesége orosz, akivel angolul beszél, de most éppen Spanyolországban van, és arról beszélgetünk, hogy milyen kis szépségei vannak a magyar nyelvnek. Tehát ez így kívülről nézve, ez egy abszurdum. Milyen gyönyörűen beszél magyarul. És azért tanulta meg, hogy még jobban megértse a magyar zenét, a magyar nótát. Igen. Mert nagyon ez hosszú egy történet. A szintók, akikhez félig ugye tartozom, ők nagyon szeretik a magyar nótát, annélkül, hogy egészen pontosan tudják, hogy ez miről szól, hogy az micsoda, hogy az hogy működik. Hallgatják, és utánozzák. De nem is értik a szöveget. Nem is értik, nem. Mert nem is egyébként a felvételek, amiket kiskoromban hallgattam, ott nem is volt ének. Boros Lajosnak a lemezein, amik nyugatra kikerültek, nem volt énekes. Hála Istennek egyébként, mert nem szeretem, ahogy énekes. Hát tudom, egyszer azt mondta, hogy egyetlen baj van a magyar nótával, hogy gicses, nyálas, meg hogy elképzelhetetlenül ostoba. Emlékszem, hogy ezekre a szavakra ezeket mondta. Rosszak a szövegek, egész egyszerűen. Nincsenek jól megírva, nincsen igazi költészet benne. Hát de amikor megértette, hogy melyik nóta pontosan miről énekel, akkor sem tántorodott el a műfajtól? Nem, mert nekem még mindig megvolt az az élmény, hogy a hangszeres verzióját hallgattam élőben is, amikor 19 éves voltam, és még nem beszéltem magyarul egyáltalán, és voltunk a Kulacsi teremben másnap a Margit kertbe, ahol Boros muzsikált, és hát ez csodálatos egy élmény volt. A szintók így nagyon szeretik ezt a muzsikát, de nem tudják, hogy ez micsoda, viszont hallgatják, és próbálják ők is muzsikálni, szóval utánozzák. De anélkül, hogy beszéljenek magyarul, anélkül, hogy nincsen nálunk cimbalom, nincsen nálunk cselló, klarinét, csak gitár, bőgő, meg hegedű. Apámnak az egyik kollégája, Kunduka, ő kezdett el nekem arról beszélni, hogy ez a magyar zene az nem az, amit a szintok csinálnak, hanem azt a magyaroktól, a magyar cigányoktól kell hallgatni. És akkor nekem mutatott felvételeket, és így bele szerettem már ilyen 13-14 éves koromban Kállai Kis Ernő tárogat, amikor tárogatózott, Toki egyetlen Magyar Imre, és akkor van ez a mitikus felvétel, amikor Hankó és Boros ketten Hankó brácsozik, és Boros hegedül, és háttal álltak egymásnak, mert hogy egy kis vita volt, hogy a Hankó nem tudja követni, úgymond a Borost, hogyha nem látja a vonóját. És hála Istennek valaki ezt felvette. Na, ezeket mind hallgattam, már 15-16 éves koromban, még mielőtt elkezdtem volna hegedülni. Mert hogy előtte gitározott. Gitároztam, klarinétoztam, nagybőgőztem, mindenféle sípon, bolíviai, peruviai muzsikáltam valamelyik zenekarokkal. Mindenféléket csináltam. Amikor a Kulacsba én megérkeztem, már akkor hegedülgettem, ilyen 2 éve, vagy ilyesmi kezdhettem el a hegedülést, és még nem döntöttem el egész pontosan, mit csinálok majd én a hegedűvel. Mert tudtam,
hogy már késő igazából belekezdeni a hegedülésbe 14. Hát igen, mondják, hogy aki 18 éves kora után akar elkezdeni, az inkább el se kezdje. Igen, sőt, a magyar cigányoknál úgy tartják, hogy aki 10 éves kora után akar elkezdeni hegedülni, az inkább ne kezdje. Minden esetre 10 éves, 19 éves korom, amit tényleg nem tudtam, hogy mit csinálok vele, csak úgy hegedülgettem, hogy né, valami dallamot elmuzsikálok, elhúzok, mint a szintók. Szóval az volt a célom igazából, hogy úgy tudjak hegedülni, mint a szintók. Mert hogy engem az ütött meg, vagy nem tudom, az hatott meg, hogy már nincsen a szintoknál hegedű, csak gitár, mindenki gitározik. És azért kezdtem el hegedülni. És amikor ott ültem a kulacsban, valahogyan azt éreztem, hogy ez a zene, ahogy ők itt muzsikálnak, ez képtelen, ez, hogy ilyen nincs, ilyet, hogy lehet ilyet, ez csoda, csodálatos, ez nem lehet megérteni kívülálló szemmel, hogy ez hogy is működik, hogy lehet így annyira együtt lenni a muzsikában 5-6 embernek, hogy úgy szóljon, mint egy személy, és hogy nem tudom, de nagyon-nagyon meghatott. Másrészt meg azt éreztem, hogy nagyon közel áll hozzám, mert ugye a szintok ezt igazából hallgatják. Ha nem is tudják úgy elmuzsikálni, akkor is azt hallgatják. És akkor azt gondoltam, hogy ha el akarom sajátítani a hegedűt, mint hangszert, beidomítani, vagy nem tudom, a hegedűt, akkor lehet, hogy. Mert hogy a klasszikus zene az nekem úgy nem igazán nem áll jól, nem nekem való. De kipróbálta? Hát, valamennyire. Most igazából, most kezdek egy kicsit, mert úgy Liana, a feleségem, ő nagyon-nagyon csodálatos klasszikus hegedűs. Tehát tényleg első osztályú. Minden nap tanulok tőle. Akkor tudnak is együtt zenélni. Azám, muzsikálunk együtt, igen, sokat is. És magyar nótát is. Ilyen tehetséges szemét nem ritkán látni. Szóval nagyon-nagyon hamar meg tudja érteni, hogy hogy működik, és hogy mit kéne, és mit is lehetne csinálni, és hogyan. De szóval 19 éves koromban az volt, hogy ezen a zenén keresztül tudom fejleszteni a hegedülésemet is, és tudok valamit kezdeni, ami a családomhoz, a rokonaimhoz közel áll. Mert a román zenében is gondolkoztam, mert az is nagyon tetszik is, de az messzebb áll a szintoktól, és a magyar nótában az is egy előny, azt egy előnynek láttam akkoriban, hogy nagyon a klasszikus zene hatása alatt áll. Mindenki, aki jól muzsikálja a nótát, neki van egy jó klasszikus képzése, és az a román zenében úgy nincsen annyira meg. Így hát szóval tényleg az volt, hogy technikailag így tudok legjobban majd fejleszteni a hegedülésemet. De nem úgy van, hogy ami a sajátja az embernek, azt tudja igazán szívből játszani. Tehát most arra gondolok, hogy a magyar nótának lehet igazán belga mestere, vagy szintó mestere. Nem tudom. Azt majd, hát, hogyha lenne olyan ember, akiben bíznék, akkor azt valakitől kéne megkérdezni. De most, mert hogy én magam nem fogom megmondani, hogy lehet. Most én nem tudom. Én szerintem annyiban, hogy tényleg azért, most nem akarok nagyképűnek tűnni, de azért én is tudom, hogy valamennyire sikerült elsajátítani a magyar nyelvet, és ezzel a segítséggel legalábbis van az embernek esélye. És hát nem csak a magyar nyelvet, hanem a magyar kultúrát is, mert ugye éltél Magyarországon is, vannak magyar barátai, tehát ismered a közeget. Vagy is, bocsánat, ismeri a közeget. Tegeződhetünk. Tegeződjünk! Tegeződjünk, jó. Igen, ismerem, és pont az egésznek a lényege. Most egy ütős, mondjuk, aki
tudja a dzsembének a technikáját, az a szenegáli, afrikai dobféle. De nem volt ott soha. Szóval hogy akar ilyet muzsikálni? Én ezt nem is tudom elképzelni, hogy az lehet. Tabla, egy indiai hangszer. Most az, hogyha valaki ezt meg akarja megtanulni külföldiként, hát annak minimum 10 évig Indiába kell élnie, azt enni, amit ők, azt inni, amit ők, azt érezni, hallani. Tehát ott kell élni, tehát más, nincs más, nincs más lehetőség. És szerintem a magyar nótával is ugyanaz van. Én merem állítani, hogyha valaki muzsikál magyar nótát, és nem beszél magyarul, akkor én ezt hallom. Az egyik kedvenc felvételem, amikor az Én vagyok a falu rossza dalt énekeled. Rossz kisfiú voltál, amikor kicsi voltál? Mit meséltek a szüleid? Ó, nem, szerintem úgy nem annyira. Nagyon fürge egy gyerek voltam, nagyon aktív. Rohangáltam ide-oda, mindig beszélgettem, szóval fárasztónak valószínűleg mondható, de nem feltétlenül rossznak. És szerintem egyébként édesanyám eléggé jó nevelő volt. Szigorú is, és szerető is egyszerre. És te milyen szülő vagy? Szigorú is, és szerető is? Azt próbálom, igen, úgy próbálok viselkedni, igen. Mert szerintem annak nincsen teteje, hogy mindent elnézünk, azért, mert szeretünk, de annak nincs értelme, nem vezet sehova. Másrészt meg csak a szigorúság, az sem fegyelem, az sem jó, az sem egészséges. Határok nagyon fontosak, egészen pontosan tudjuk, idáig megyünk, tovább nem. Milyen volt zenés családban felnőni? Mert ugye nagyapád hegedűs volt, édesapád gitáros is, és mindkettejük testvérei is muzsikusok voltak, meg gyakran édesanyád is úgy altatott el, hogy feltett neked egy flamenco lemezt, és akkor arra elaludtál. Ugyan ő nem muzsikus leszármazott, bár nagyapád erről az ágról is orgonázott. Ő szerette a muzsikát minden esetre, és orgonázott egy kicsit így amatőr szinten. És hát nekem ez nagyon jó volt, hogy igen, muzsikus családban nőjek fel. Azért, mert szerintem annak tehát közvetlenül következménye eleve, hogy már születésem előtt mindig csak az hallottam, hogy muzsika, muzsika. Már a pocakban is. Igen. Egyébként látom most a kislányomon is, de egyből, amikor valami, megengedek valami muzsikát, már egyből reagál. A másfél éves kislányod? Igen, igen. Eszra is nagyon muzsikális. Egyébként Tódor is tehetséges, csak nem fejlődött ki a tehetsége. De igen, szóval nekem ez nagyon jó volt, mert az elejétől fogva tudtam, hogy én valamit akarok csinálni, ami zenével kapcsolatos. És hát ugye mindig jöttek emberek hangszerekkel, megmutatni, kipróbáltatni, tanácsot kérni, próbálni. Szóval minden nap volt valami esemény, ami zenével összefüggött, és ez nekem nagyon jó volt. Így hát a szüleim általában inkább le kellett, hogy állítsanak. Most már hagyd abba a gitározást. Elég volt. Vagy menj fel, és akkor csak felmentem a szobába, és folytattam. És ott folytattad? Igen, Nagyon szeretem figyelni az arc kifejezésedet a játék közben, mert nagyon árulkodó a mimikád. Teljesen átszellemülsz, én azt látom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol jársz belül, amikor zenélsz. Szerintem csak a zenében. Nem gondolkozol. Nem nagyon. Nem. Hát, de ez is, van olyan zenész, aki próbál csak szívből muzsikálni, vagy fül után, vagy ilyesmi, az általában nem sikeres, és van olyan, aki csak fejből, az sem sikeres. Mind a kettő kell. Az agyat kell használni, kell az valamennyire intelligencia kell hozzá a dologhoz. Figyelem.
viszont nem szabad tétovázni, szóval néha, pont a magyar nótában egyébként, amikor már a turné, nem tudom, 10. koncertjénél járunk, és megint elfog engem az a félelem, hogy igazából a magyar nótát nem sikerült úgy elsajátítani, ahogy szeretném. Mert van egy ilyen félelmed? Igen. Igen, még mindig. Igen. Mert a buszban akkor ők elbeszélgetnek, hogy mit tudom én, az öreg, mit tudom én, Bobek Gáspár így muzsikált, meg úgy, meg ezt tudta, meg hogy nem, és akkor én csak úgy ülök, és gondolom, én rólam ilyet nem fognak mondani. Hát de Szóval, szerintem már ilyeneket mondanak rólad. ki tudja, és őszintén szólva, az volt a legnagyobb csalódásom Magyarországra érve. Zsolti mondta, Kálai Zsolt, egy nagyon jó barátom, aki tényleg testvér, aki nekem testvér szinten volt barátom. Ő mondta, mit akarsz Magyarországon, csalódni fogsz, mert ezek már nem olyanok, mint amit te szeretnél hallani sem, meg még emberként sem olyanok már azok a muzsikusok. És tényleg azt éreztem nagyon sokáig, hogy csak udvariasságból mondják, hogy bravo, de nem gondolják, hogy most már néha megesik, hogy azt mondják, hogy nagyon jól muzsikáltál. Van olyan. De az, hogy folyamatosan tudjam tartani a feszültséget, a koncentrációt, hogy tényleg elejétől végig, hogy ne veszítsem el a fonalat, hogy ne kezdjek el gondolkodni, hogy most, jaj, most a közepe az melyik is, nem így menjek, vagy úgy menjek, vagy nem tudom, és akkor már az már rossz. Mikor nyugodnál meg? Kinek az elismerő szavára lenne szükséged ahhoz, hogy azt érezd, hogy megtanultam a magyar nótát játszani? Ez nagyon jó egy kérdés, amire nem tudom a választ. Szerintem itt különböző dolog, tehát nem csak elismerésről van szó, arról is. Egyébként, amikor egyszer életemben legjobban szerintem muzsikáltam, két olyan pillanat van, amire emlékszem, hogy tényleg jól muzsikáltam elejétől végig magyar nótát. Egyszer, amikor volt egy időszak, amikor Belgiumban volt egy étterem, Les Ateliers Le Grand Île, Brüsszelben, és Willike a bőgős, aki most is velem muzsikál, ott stabilban ott muzsikált, és volt egy hegedűs, meg egy nagyon cimbalmos. Olá Willike volt hegedűs, és a pupinak becézték a cimbalmost. Na most, ezek nagyon jól muzsikáltak, és hál' Istennek pont akkor állt lehetőségemben minden héten minimum egyszer oda menjek meghallgatni, és néha felállítottak. Vilikia mindig felállított, mindig egyből, bonts ki a hegedűt, gyere, muzsikálja. Most volt egy olyan este, hogy Vilike tudta, hogy majd megérkezem később az este folyamán, úgyhogy ő, nem tudom, 8 körül felhívott, hogy csá, gyere, gyere, gyorsan, gyere, most! Mondom, Vilike, mi van? Nincsen prímás? Mondja, nincs. Zolá Vilike berúgott, és gendbe van, és kell kezdjünk. Na, úgyhogy az, hogy ő engem hívott, és nem mondjuk, nem tudom, valaki más, aki még ott Brüsszelben volt, az valahogy az így tényleg valamit elmozdult bennem. Megérkeztem, és elkezdtem muzsikálni, és tényleg azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, jól vagyok. És reggel 5-ig muzsikáltunk. Vilike egyébként később meg is érkezett Gentből. A legjobb pillanat az volt, amikor Zsolti is megérkezett, és elkezdett kontrázni, szóval kísérni. Úgyhogy én, amikor azt a blokkot befejeztem, leültem volna, hogy most Zsolti, te muzsikáljál, és akkor azt mondta nekem, nem, nem, most te muzsikálsz, mert használd ki, hogy nagyon jó zenekarod van. És egész éjjel muzsikáltunk, és nagyon jó volt. Az egy olyan pillanat, ami ritka, ilyen ritka, hogy el tudtam magamat teljesen engedni, anélkül, hogy féljek, hogy
valami félre megy, és nem tudom helyreállítani. Ez az érzés, az más zenében az nincsen annyira. Szóval mondjuk jazzbe, amikor Django stílt muzsikálok, jó muzsikusokkal, vagy még Kalotaszegi is, amit muzsikálok, ott is sokkal lazábban tudom kezelni a dolgot. A Kalotaszegieknél például egyből, ahogy megérkeztem oda, Kalotaszentkirályon, és már Neti, az öreg Neti megszólított, hogy né, ez roma csávó, és akkor kezdtem beszélgetni cigányul először, és egyből mondták, hogy na gyere, muzsikáljunk, és ők tiszta szívből befogadtak egyből. Hol a magyar nótás cigányok, az sokkal, sokkal tovább tartod, míg valami hasonlót ne érezzek, és csak Zsoltitól éreztem, Kálai Zsolt, aki sajnos már nincsen köztünk, és Csikós Vilikétől, a Bőgőstől, és mondjuk még van Russzó István, a másodhegedűs, a terces a zenekarban, meg Csabi, a klarinétos. Meg mondjuk, és ez tényleg nagy megbecsülés, a csellós Szegfű Károly, Szegfű Karcsi bácsi, aki már sajnos meghalt. Most már értem akkor, hogy miért van az, hogy Erdélyben szerettél volna zenetanítást vállalni, mert hogy akkor ezek szerint ott melegebben fogadtak téged, mint a magyar cigányok. De végül is, hogyha jól tudom, nem került sor a tanításra. Erdélyben, hát addigra már sajnos szétment a házasságunk, és akkor inkább visszaköltöztem Belgiumba. Viszont az erdélyi zenét néha tanítom. Belgiumból, vagy Spanyolországból? Ahol akarják. És ahol van olyan, aki akarja tanulni. De jól érzem, hogy neked van egy olyan missziód, vagy hát misszió talán ez a legjobb szó rá, hogy újra megteremtsd az igényt a minőségi magyar nóta hallgatására? Szerintem igen. Minden esetre örülnék, hogyha nem halna ki, és hogyha még hogyha nem tudom, most az, hogy én azt nem merném vállalni, mint felelősség, mert hogy eleve külföldi vagyok, de annak biztos, hogy örülnék, hogyha nekem köszönhetően mondjuk több ember megismeri ezt a műfajt. De most pont, hogy a felelősséget említed, nekem pont ez jutott eszembe, hogy ez mekkora felelősséggel is jár, mert tulajdonképpen egy elveszőben lévő zenei kultúrának vagy az utolsó szószólója. Hát majdnem, most még nem vagyok én az utolsó. De... Reméljük. De reméljük, igen. Nem, hát felelősségnek abszolút felelősség, mert Boros Lajos bácsi nagyon haragudott az ifjú járók a Sanyira, mert hogy ő nagyon drogozott, meg ivott, meg hölgyek után járt, meg nem tudom. Szóval nagyon rossz példát mutatott. Pont akkor, amikor ő volt az egyik legnépszerűbb hegedűs, vagy primás. És Boros azt mondta, hogy ilyet pont azért nem kéne csinálnod, mert hogy mindenki téged néz, mindenki próbál téged utánozni. Ha te ilyen rossz példát mutatsz, akkor ez... Na, szóval ilyen szempontból abszolút egyetértek Borossal, hogy ilyen szempontból tényleg felelősség. És ugye Miklós Ádám készített rólad egy dokumentumfilmet is, a Magyar Nóta Belga Mestere címűt, amely tavaly, mikor is? Júniusban debütált Magyarországon, és a filmnek az egyik kulcs jelenetében amikor a turisták hallgatják a zenédet, kiül az arcukra a döbbenet, meg egy ilyen eufória, amikor találkoznak a magyar zenei hagyományokkal, meg a te zenéddel. Mit tapasztalsz, hogy hogyan fogadják külföldön a nótádat? Nagyon jól, abszolút nagyon jól. Belgiumban is, Angliában is, Franciaországban is, minden ország. Azért nem is értem, hogy annak ellenére olyan nehéznek tűnik összehozni koncerteket. Na mondjuk az azért lehet, mert a fesztivál szervezők inkább a tűzjátékot szeretik,
amikor ilyen nagyon virtuóz, meg gyors, meg hangos, meg nem tudom, a show elemet. És a magyar nótában ugye meg inkább hát ez ilyen csendes zene, az olyan kicsit lassabb, meg mélyebb. De amúgy igen, amikor muzsikálunk, viszont akkor tényleg jól fogadják, és az nem csak köszön, az abszolút nem csak nekem köszönhető, az azért is van, mert Vili olyan elképesztő jó bőgős, meg Lukács Csabi, hát ezt ilyen klarinétost senki nem látott még Magyarországon kívül soha. Brácsot, azt sem ismerik. Azokat a tempó változások, hát ez semmilyen más zenében nincs meg. Csá, te körbejártad már a világot a zenéddel, megnéztem az idei évi koncertterveidet, és láttam, hogy most is szerepel New York, Belgium, mi volt még ott, Luxemburg, Franciaország is a tervek között. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha elutazol valahová, akkor te hogyan tapasztalod meg világtalanként az országnak a kultúráját? Csából hogyan lesz turista? Az egy jó kérdés. A feleségem most, Liana, ő azon nagyon kacagott, amikor ő rájött, hogy amikor én valami másik országról beszélek, ami új nekem, akkor általában az első, amiről beszélek, az az étel. A kaja? Igen. Az étel, a szagok, akkor jönnek a hangok, ugye? És ez azért van, mondjuk tegyük fel, most voltam Japánban. Na most Japán az annyira tiszta és modern egy hely, hogy amikor ott, hogyha nem lát az ember, és csak mész az utcán, nem nagyon lehet észrevenni, hogy hol vagy. Mert hogy a hangok alapján sem nagyon, tehát a zene, ami szól ilyen hangfalakból, az is ilyen hülye amerikai pop, meg mit tudom én, szóval, hogy az sem külön már sajnos. Pont azt utálom annyira a globalizációban, hogy minden egyforma. Most az ember, most miért megy az ember be egy bárba, és kér egy kólát? Ez a kóla az Japánban is ugyanolyan ízű, mint Magyarországon. Most miért pont azt kell kérni? Miért nem lehet olyasmit kérni, amit nem ismerünk, amit valaki csinált, nem egy gyárban. Na most mindegy. Szóval megyek valahol, most Japánba, hogyha mondjuk lehet, hogyha egy faluban lettem volna, vagy a természetben, akkor persze, hogy éreztem volna, hogy más országban vagyok, de olyan városban, ahol csak mozgó lépcső van, meg nem tudom, lift, meg nagy épületek, ott annyira nem érződik. Azon kívül persze, hogy az étel, vagy Koreában, amikor voltam, ott mondjuk a szagok is még sokkal erősebbek, a jó is és a rossz is egyébként, ami nagy élmény, mert ugye a vizuális az nincs nekem. Mert hogy persze, hogyha az ember Japánba megérkezik és lát, akkor egyből látja, hogy éppen nincsen Amerikában, vagy mit tudom én, Magyarországon. Az látható. Szóval nekem az, ja, a hangok, étel. És amikor egyeztettük az interjú időpontját és technikai részleteit, akkor véletlenül kiszaladt a számon, hogy látja-e ott azt a gombot, azt nyomja majd meg, amikor hívom, és akkor nagyon elszégyeltem magam, mert egyszerűen reflexszerűen mondtam ki, hogy látja, de nagyon könnyedén reagáltál, és azt mondtad, hogy te is szoktad így használni, hogy látom. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy most valóban nem bántanak téged ezek a véletlen elszólások, vagy csak miattam, a beszélgető társad miatt mondtad ezt, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom. Nem, ez nem kell, hogy ilyen legyen, mert tényleg én is használom egyfolytában, meg te nem láttad, hogy mert én sem ilyeneket mondok egyfolytában. És néha viccből, mert hogy nem hát észreveszem, hogy ez valamennyire ironikus, de általában nem viccből mondom.
Nem, még nem láttam ma. Mert ja, most lehet azt mondhatnám, hogy még nem találkoztam vele ma. De mindenki azt mondja, hogy nem láttam, most én is azt mondom, hogy nem mindegy. Az utcán mondjuk, vagy akárhol, amikor, mit tudom én, valaki nekem jön, vagy vagy én jövök valakinek, mit tudom én, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, sajnálom, elnézést, nem láttam. És azt egyből, ugye, vagy az emberek kacagnak, ami a jobbik lehetősége, a másik meg, hogy akkor egyből, jaj, elnézést, nem A kellett. fellépéseidkor sem látod az arcát a közönségnek, de akkor honnan tudod, hogy tetszette nekik, amit hallottak? Hát, jó, hát az egy legértelműbb dolog azt szerintem ugye a taps. A taps erősségéből? Ja, a hosszassága, erőssége, a sűrűség, nem tudom. Ja, az meg lehet értem. Viszont, ha van mit mondanom, akkor nagyon szeretek beszélgetni a közönséghez. Úgy próbálom megoldani, hogy legyen valami, valamennyire vicces abban, amit mondok. És amikor hallom, hogy elkezdenek kacagni az emberek, akkor jó, akkor minden rendben. Ha nem reagálnak egyáltalán, az nem jó. Most az, hogy elmuzsikálsz egy számot, és a taps után azt mondod, hogy jó estét kívánok, és akkor csend, az valamennyire rossz kezdet. Meg hát neked annyira kiéleződött a figyelmed a hangokra, hogy hallottam, hogy amikor meghallgattad először Miklós Ádámnak a filmjét, akkor azt kérdezted, hogy tényleg ennyire nyikorog-e az ajtód, mert hogyha hozzáadták a nyikorgást, akkor az nem korrekt, tehát ugye te a hangok alapján ismerted meg például ezt a rólad készült alkotást is. Ja, hát igen, ja. Az egész egyszerűen így van. Hát a hang az mindent mond. Ha Liana a konyhában valamelyik, mit tudom én, kávéfőzőt elmozdítja, és pont azt mozdítja el, amit nem szoktunk használni, akkor én azt hallom a nappaliból, érted? Mert tudom. Ez nem varázslat, ez nem mágia, az csak egyszerűen ott megint visszajön és most megint nem akarok nagy képűnek tűnni, de az megint valamennyire az intelligencia. Szóval, hogy azért érteni kell, ami történik. És a rendező Ádám azt mesélte az egyik interjújában, hogy amikor először elment hozzád megbeszélni a forgatást, akkor éppen vacsorát főztél, meg teát készítettél, meg mostál is, és mindezt egyszerre, azaz úgy jártál-keltél, úgy tevékenykedtél a házban, mint egy látó ember. Tehát meg sem mondanák rólad, hogy nem látsz, hogyha nem tudjuk. Igen, hát azért főzni nagyon szeretek, mosogatni. Még azt is szeretek egyébként elhelyezni a dolgokat oda, ahova kell. De jó, most az takarítás az úgy nem a nagy, az nem, oda nem, ahhoz nem igazán értek. Van olyan vakember, aki jobban ért hozzá. Én nem, és az utóbbi években azért, ha egyedül voltam, akkor egy idő után azért kerestem egy takarító nőt, aki mondjuk 2 hetente jön. És egyébként a zenekarral könnyedén együtt tudsz működni úgy, hogy nem látod a kezük mozgását, az arc kifejezéseiket? Igen. Szerintem ott a magyar, megint a magyar nóta ott a legnagyobb kihívás. Szerettem volna megnézni a jó primásokat, ahogyan vezetik a zenekart. Hogy miket csinálnak, amikor olyat elérnek, amit szeretnék elérni, hogy akkor ott mik a jelek. Nagyon, és ezek nagyon kicsi részletek. És ott arckifejezés is van, body language, testbeszéd, nem? Igen. Szóval az is van, vagy az nagyon is van. És pont az, hogy ezt nem láttam soha, azért is szerintem van olyan, hogy néha nem tudom úgy vezetni a zenekart, ahogy szeretném. Mert nem egész pontosan tudom. Valamennyire tudom, mert emlékszem, mit tudom én, volt feleségemmel is volt egy olyan pillanat, hogy valakiről beszéltem, és valami arcot vágtam hozzá, és így Dorka azt mondta, most tényleg, most honnan tudod, hogy ilyen arcot kell vágni? Hát, ezt nem tudom. Valamennyire elképzelem, vagy
Szerintem az ott talán van ilyen berögzült Érzed, szeretet. megérzés. Igen. De akkor is, szóval technikailag zenekart vezetni, azt jó, azt mondjuk tényleg most, hogyha meg tudtam volna nézni Tokit, ahogy vezeti a zenekart, fúj, abból tudtam volna tanulni. Vagy Boros. Boros nem szeretett próbálni például. Na de te meg szeretsz próbálni. Én igen, abszolút. Na, ott is megint, ott megint a magyar nóta ott a furcsaság, mert ők nem szeretnek. A pillanaton belül hoznak döntést, és az úgy mondhatod, hogy improvizálás, de viszont egész, nagyon sok minden azért le van téve, le van kötve, meg van rögzítve, hogy hogy kell, hogy legyen. De a pillanat, amiben történik, és azok a pillanaton belüli reakciók, meg döntések, ezek viszont nagyon fontosak a magyar nótában. És szerintem, ami nekem legjobban hiányzik a magyar nótához, most jövök rá, vagy újra jut eszembe, amit tudok eleve, csak még nem említettem, az a rutin. Aki tényleg jó magyar nóta zenész volt, mondjuk egy Borost, vagy Öreg Járóka, vagy Toki, Magyar Imre, Rácz Béla. Ezek minden este muzsikáltak, és nem egy órát, hanem mondjuk 7-től 3, 4, 5-ig reggel. Minden este. 30, nem tudom hány éven keresztül, mert ezek ugye tanulóként beültek a zenekarba mondjuk 10 évesen, 12 évesen, és akkor nem hall, nem, akkor úgy kellett muzsikáljanak, hogy ne hallja senki. De akkor is ott voltak, mondjuk 8 évig, addig, amíg tényleg ki nem tanulták az egészet, és akkor bekezdtek ők valahova, mint prímás, vagy mint terces, vagy mint brácsos. Szóval akkor már volt 8 év mögöttük, hogy minden este muzsikálták ezt a zenét. Nálam meg az van, hogy görögöt muzsikálok, meg románt, meg erdélyt, jazzt, meg akkor még valamelyik barátomnak a szerzeményeit. Szóval, hogy ja, az igazából, ami legjobban hiányzik az egész magyar nóta pályámból, az a rutin. Az, hogy 20 évig valamelyik étteremben muzsikáljak minden este. Fiatal vagy, még van erre időd. Van, csak Spanyolban nincsen sok esély, hogy az meg is történjen. Köszönöm szépen a beszélgetést Csálin Bergernek. Azt tudod, hogy magyarban a csát, azt használjuk köszönésként is. Cső, ja, csá, Cső. cső, Cső. csá, cső. Hajrá! A Jó, továbbiakban is. jó, jó. Figyeljük a munkásságodat. Jól van. Sok sikert Köszönöm szépen. kívánok! Egyenesen.